Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Először kezdem a legfontosabb dologgal. Mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. Remélem, hogy minden tervetek és vágyatok valóra válik idén. A tervekkel kapcsolatban akkor én is áttérnék a sajátomra. A közeljövőben, mondjuk így az első 3 hónapban, hogy mire számíthattok, milyen tartalmakkal készülök nektek. A január az szerintem minden évben a fogyókúra hónapja, hiszen le kell dolgozni a karácsonykor, szilveszterkor, újévkor felszedett feles kilókat, és hát ugye a beiglinek, töltött káposztának az eredményét. Mindannyian küzdünk szerintem ezzel, attól a néhány szerencsés kivételtől eltekintve, akik nem hízékonyak, úgyhogy szeretnék egy ilyen fogyókúrás hónapot indítani januárban. Olyan ételeket fogok készíteni, amik teljes értékűek, tele vitaminnal, rosttal, lesznek főételek, lesznek saláták, szendvicskrémek, akár még desszertek is. Ezt tervezem januárra. Ha ledolgoztuk a felesleges kilókat, akkor februárban különleges kenyereket fogok elkészíteni, ami a formájukban, illetve az összetételükben fog megnyilvánulni, illetve péksüteményeket is fogok sütni. Remélhetőleg márciusban már azért ki lehet menni a kertbe, és elkezdhetjük a kertészkedést, és szeretnék azért kirándulásokat is forgatni, tehát a kirándulásainkat is megörökíteni. Persze ez időjárás függő is, mert nem mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogy az ember eltervezi, de nyilván, hogy ahogy közeledik a tavasz, az ember egyre inkább kívánkozik ki a természetbe. Tehát nagyjából így az első 3 hónapnak a terve ennyi. És akkor most csapjunk is bele a lecsóba. Én felveszem a kötényemet, és kimegyek a konyhába, és készítsük el akkor az első ilyen fogyókúrás szuper élelmiszert. Maradjatok velem! 2 finomságot fogok elkészíteni, az egyik egy gyümölcssaláta lesz, a másik pedig egy szendvicskrém, ami igazából nem is szendvicskrém, mert zöldség darabkák fognak kerülni a bagettünkre. Javaslom, hogy kezdjük a gyümölcssalátával, hiszen ez tulajdonképpen egy előétel lesz. Jobb étkezés előtt vagy éjgyomorra fogyasztani a gyümölcsöket, mert egészségesebb. Egyébként mindkét étel zömében nyers zöldségekből, illetve gyümölcsökből áll. Nagyon egészséges és alacsony kalóriatartalmú mindkettő. Nézzük, hogy miből is áll a gyümölcssaláta. Először egy nagyon egyszerű gyümölcssalátát fogok összeállítani. Ez egy kis adag lesz, minden gyümölcsből egy darabot fogok használni, egy banánt, egy mandarint, egy narancsot, egy almát, és pár szem szőlőt, és néhány csepp citromlevet fogok még rátenni, hogy ne barnuljanak meg a gyümölcsök. Semmilyen fűszert, illetve édesítőszert, cukrot nem fogok hozzá használni. Hagyom, hogy a gyümölcsök íze érvényesüljön, és nem is akarom a kalória számokat növelni. Gyorsan meghámozom, összevágom, és gyakorlatilag kész is van a gyümölcssaláta. Kezdjük el! Meghámozom és megtisztítom a gyümölcsöket, tehát ez néhány perces folyamat csak fogjátok látni. Arra ügyeljetek, hogy lehetőség szerint a gyümölcsöket egyforma méretűre vágjátok össze, mert akkor fog szépen mutatni a tálban. A narancsot és az almát, banánt én egyforma méretűre vágtam össze. Bármilyen gyümölcsöt használhatok, nekem éppen ezek voltak itthon. A gyümölcssalátát akár frissen is lehet fogyasztani, amikor elkészül, vagy ha beteszitek a hűtőszekrénybe, akkor összeérnek igazán az ízek. Semmi más nem tettem rá, csak egy kevés citromlevet, hogy ne barnuljanak meg a gyümölcsök, és íme itt a fantasztikusan finom színes gyümölcssaláta. Akkor most folytassuk a szendvicskrémmel. Láthatjátok, hogy milyen kevés hozzávaló van a pulton. Szükségünk lesz a szendvicskrémünkhöz avokádóra, paradicsomra, lilahagymára, főtt tojásra, díszítésként kápiapaprikát is használhatunk, illetve egy kevés citromlére, olívaolajra, sóra, borsra, és díszítésként még petrezselyem zöldet is tehetünk rá, és hát természetesen a bagetra, amire rá fogjuk tenni a krémünket.
Most elkezdem megtisztítani a hozzávalókat, összevágom, aprítom, és gyakorlatilag kész is van. Kezdjünk hozzá! Kezdem a tojással. Jöhet az avokádó. Óvatosan kettévágom, és kiemelem a magját. Paradicsomok következnek, és már el is kezdem apróra összevágni őket, lehetőség szerint ugyanolyan méretű kockákat igyekszem vágni a paradicsomból, a tojásból, az avokádóból is, és a hagymából is. Szép színű lila hagymát használok, minél színesebb legyen ez a feltét, sózom, borsozom, pár csepp citromlével és olívaolajjal meglocsolom, összekeverem, és egy picit összetöröm villával is. Már szeretelem is a bagetteket, amiket megkenek görög joghurttal, és ráhalmozom a zöldségeket. Kidíszítem kápia paprikával, illetve petrezselyem zölddel. Mindkét ételünk remekül beilleszthető a fogyókúrába. A gyümölcssalátába került ugyan banán, de cukor nem, így tudtunk spórolni a kalóriákkal. A szendvicsekre javarészt nyers zöldségek kerültek, melyek tele vannak rostokkal és vitaminokkal. Az avokádó szuper élelmiszer, a zöldségek közül, mely a legtöbb fehérjét tartalmazza, és a bagettet is megemlíteném, amit én sütöttem, alig tartalmaz fehérlisztet, javarészt teljes őrlésű lisztből, illetve zabpehelyből készült, ezzel is növeltük a rost tartalmát és az egészségességét. Amennyiben tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a további érdekes tartalmakról. Sziasztok!